Engedjék meg, hogy Bábolna nagyközség önkormányzata, a polgármester asszonyunk és a magam nevében tisztelettel köszöntsem Önöket. Nagy öröm számunkra, hogy most már évek óta van egy mag, a szülői munkaközösségen belül egy baráti társaság, mely egyrészt a szülők bárját, másrészt pedig új kezdeményezésként ezt a Katalin bárt is megszervezi. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a kezdeményezéseket támogatni kell, és a jövőben is szeretnénk támogatni, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen kezdeményezések vannak. Amikor helyet foglaltam az asztalnál, alpolgármester úr, ugye, aki az iskola igazgató helyettese is, azt mondta, hogy van egy jó híre, nem kell beszédet mondanom. Megnyugodtam, majd Mohácsi úr képes volna odajött, hogy beszédet kell mondanom. Ismét megnyugodtam, mert hát én megmondom őszintén, nem készültem arra, hogy köszöntsem Önöket. Én nagyon örülök annak, hogy ebben a társaságban első alkalommal részt vehetek, és nagyon remélem, hogy lesz még majd több alkalom arra, hogy Önökkel találkozhassak, akár Katalin báron, vagy bármilyen más rendezvényekkel. Hogy meg kéne szervezni, ez máshol is jól működik, és most olyan pangás van, a szülők báljáig még egy kis idő van, és úgy gondoltuk, hogy bevállaljuk ezt a Katalin bált, és azért gondoltunk, és amikor már megfogalmazódott, hogy egyáltalán lesz bál, akkor gondoltuk el azt, hogy akkor adjuk az óvodának oda esetleg, ami nyereség lesz rajta, vagy meg a haszon, meg a bevétel. Elrejtettünk négy fakuglit ide a színpad mögé, és azt be kell hoznotok, és a közepén, de pontosan a közepére helyezzétek el. Jó? Na most pedig, megkérem mindenkit, hogy vegye le az okmiát. Vedd le, Ferike, ne edd meg, tedd le. Bábolnán, hogy a bábolnai lakosság az úgy nagyon el van üve, és szerettük volna egy kicsit megmozgatni a bábolnai lakosságot, mert mindenki szeretne, úgy halljuk, hogy jó lenne, ha lenne bál, de nem fog neki senki, nem áll neki szervezni senki, és azért úgy gondoltuk, hogy ez talán ez jó ötlet lesz.
egyszer a Bábor megy közlek közül, és egy ilyen csapata a megint, és mi menne jár van már a táncolni. Nagyon-nagyon örülnék. Szeretettel köszöntenék mindenkit, az itt jelenlévőket, az óvónőket és barátaimat, és az alpolgármester urat, és szeretnénk átnyújtani azt a kevés kis összeget, amit a Katalinbálon gyűjtöttünk össze a szülőkkel közösen és a barátaimmal közösen. Remélem, hogy ebből egy hagyományt tudnánk teremteni, és minden évben a karácsonyi vagy a Mikulás ajándékokhoz hozzá tudnánk járulni egy kis pénzzel. A Mohácsi Gabi, a Német Ferike, jó magam, és ugye akkor a Hantos úr az is, a feleségek és a mindenki, aki úgy néz ki, hogy aki él és mozog, az segít. Az összeg, amit most itt készhez kaptunk, a csoportokra lebontva is kiegészíti azt az összeget, amit a karácsonyi játékvásárlásra szántunk, és így együtt a kettő már azt gondolom, hogy nagyjából fedezi azt, amit a karácsonyra szánunk a gyerekeknek, tehát nagyon jól jött ez a pénz. Itt játékokról is beszéltünk, egyéb szakmai anyagokról is beszéltünk, ami szóba jöhet, fejlesztő játékokról is, tehát megvan a helye ennek a pénznek.